Továbbra is a legdélebbi olasz sziget mellett vesztek el a Sea-Watch nevű hajó, fedélzetén 53 menekülttel, akiket Líbia partjai közelében mentettek ki egy héttel ezelőtt. Közülük 10 embert egészségügyi okok miatt engedtek partra szállni Lampedusa szigetén, de mivel a hajó nem köthet ki, a többiek egyelőre a fedélzeten vannak. Az biztos, hogy a német civil szervezet tulajdonában lévő hajó nem viszi vissza a menekülteket. Tripolit és Líbia más városait sem ismerik el biztonságos kikötőként, sem az ENSZ szervezetei, sem az Európai Bizottság, és maga az olasz kormány sem. A kapitány ezért sem viheti vissza az embereket Líbiába, mondta a Sea-Watch szóvivője. Olaszországban múlt héten fogadták el a törvényt, amely alapján megtagadhatják a kikötést azoktól a hajóktól, amelyeket közbiztonságra vagy közrendre veszélyesnek tartanak. Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint a törvény életeket veszélyeztethet. Itt Lampedusán egyre növekszik az elégedetlenség. Sokan érzik úgy, hogy az EU cserben hagyta őket, és helyettük a bevándorlókat segítőket támogatja, mondta az Euronews tudósítója. Ott kellene segítenünk nekik, ahol élnek. Az európaiak kirabolták őket az Afrikában létesített gyarmatokon. Nem kellene többet lopnunk tőlük, nem kellene elvenni az erőforrásaikat. Én azért szavaztam a Ligára és Salvinire, mert ettől érzem biztonságban magamat, mondta egy szicíliai halász.